Üdvözlök mindenkit, FM a Tastebag. Na folytassuk a Dakart Egyiptomban. Mit is lehetne tudni erről a pályára? Nem tűnik egy egyszerű pályának, ahogy nézem, de nem is olyan nehéz, legalábbis ami mutat. Nézzük is, hogy mit tudunk itt. Jézusom. Ez már érdekesen kezdődik. Milyen navigációs problémák lesznek? Köszönöm. Jaj. Gombolyagok, vagy mit tudom én, ezek a szalmaszálak, amik itt repkednek. És akkor hajtsuk neki a motort, 46-dik, ahhoz képest 45-dik helyről. Mondjuk mind a két irányba lehetett volna menni, most már mindegy. Caution. Aj, menj. Jó. Ezzel talán olyan sokat nem vesztettünk. Mi akart lenni a caution, ezt nem is értem. Egyre hat továbbra is. Itt balra, természetesen itt balra menjetek, mert a másik irány az visszafele vezet. Ne! Érdekes lag volt. Belelaggoltam a bugiba. Jajaj. Nem kéne elesni. Hopp. Azért ez a bugi szépen átmegy a köveken. Szép volt. Szép. És 45. helyen befejeztük. Hú. De mi volt az előző rekordom? Ezt párszor már kiírta a játék során, egy másodpercet, de mikor? Én még nem is játszottam ezzel. Húha. Szóval, két elágazás van, az egyik, mintha rövidebb lenne, mint a másik. Van egy olyan hajtó, aminek nem tetszik, úgyhogy inkább lehet, hogy jobbra megyek. Nem tudom. Na mindegy, meglátjuk. Three, two, one, go! Úristen. Jaj. De lestem vissza ideileg. És mi ez a kérdőjel? Én kérdőjel abban kell menni a pályán? Azt mondtam, hogy jobban megyek, hát meg is tartom. De az a hajtő ott nagyon nem tetszett. Nagy igaz a rövidebb rész, de volt már párszor, hogy megszivatott a játék. Hoppá! Fizikája érdekes azért. 2000-es játék, de akkor is. Egy ilyen kis csúszástól meg beadja a kereső animációt, hogy meg így 200-al falnak semmi. Vagy csak ilyen jó reflexeim vannak, ami kizárt. Na, egy pozícióbukás. Jaj. Elérünk egy bugit talán, vagy autós ez. Még egy ilyen híd itt ketten egymás meg... Bocs! Látom, föltalálták a hidon, a híd mellett közlekedő a bugikat. Szép kis bug volt. Majd mindegy. Ilyen falonmászási technikát alkalmaztuk rajta, nem tudom. Elég vicces volt.
46 a disposizione. Tovább is 46. Jaj, jaj. Akkor van egy... Ups. Azt, amit elleszint az eleme. Nem. Egyből sikerült. Még egy ilyen rész. Olé! És itt hadd jutunk tovább. Új van! És vége van? Meghalt az emberünk? Rám ugratott egy... Jó, szerintem kezdjük újra. Az egészet nem tudok kilépni. Itt vissza is tértem. Az összes rohindulatomat visszaszívom ezzel a játékkal kapcsolatban. Az a rész... Alig várom, hogy vége legyen már. Bocsánat, hogy ezt mond. Végig játszom, aztán vége. Meg még esetleg az extrákat. De az ilyen pályáktól komolyan mondom. 3, 2, 1, go! Jó, kezdjük újra ezt a B-pályát, mert közben felvételen kívül megcsináltam az alt. És rájöttem, hogy az... Megpróbálok most balra menni. Tudom, hogy ez a rész az fel lesz a így is úgy is. Hát, arra rövidebb, itt a kérdőjel megint. Na már 44. Hát ha erre több szerencsénk lesz. Vagy erre is van valami szivatás? Herculean Studios, ha már így emlegetjük őket. Azt hiszem ez a nevük. 42? Akkor lehet, hogy érdemesebb volt erre eljönni. Mindjárt ezt a végén úgyis elveszítjük. És ha megint rám ütköd egy autó, akkor én... ...bölteni fogok most már komolyan. 41. Akkor tényleg érdemesebb erre eljönni, ha csak nincs semmi trükki-trükki, amit a játéktól már megszokhattunk. Megvan, mit fogok most csinálni. Kicsit elveszem a gázról a kezemet, és így megpróbálok lefékezni, és így átmenni azon a részen. Most. Itt ez a rész. Hoppá! Miket tud az öreg? Na! Jaj! Kicsit trükköztem a játék ellen, de úgy tűnik meghozta az eredményét, mert úristen! 25 másodperccel jobbat mentem az előző rekordomnál. Vagy ez valami szép gameben volt benne, vagy kifutott ezeket az időket, mert én torrentről szedtem le, jó, bárra ez voltam, most bevallottam. Na, folytassuk a szép pályával. Hát látod, játszatok ilyeneket is észre kell venni ebben a játékban. Ó, más a talaj. 3. Különben nem fogsz tovább jutni rendesen. Csillag volt itt az elején, mert legalábbis FPS csökkenés. Na azért most már jobban átlátható, hogy hol is kell menni valójában. Negyvenedik hely. Mik ezek a közé... Hoppá. Ha attól lelesek, akkor én röhögtem volna. Ez nagy folyómederben megyünk, vagy mi ez? Caution. Jaj! Motocross komolyan. Mi az ilyen motocross-szerű pálya?
választunk irányt. Jövünk előre. Miért laggolok ennyire? Legalábbis így néha ledobja az FPS. És 38. Hoppá. Én nem rosszul mentem már, jó. De remélem most nem lesz ilyen szivatós rész megint. Mi a shit? Mondom, hogy motocross. És ott a cél. Remélem a D-pályán már nem lesz ilyen trükki-trükki. Komolyan lövöm magam. Elég sima pályának tűnik, ez gyanús nekem. Kicsit most fölkaptam a vizet a játékon. Hiszen én így már sem lelőhetem, hogy ne... Hogy korábban is próbálkoztam ezzel a felvétellel, mielőtt ezt elindítottam. Úgy voltam vele, hogy mindig leállítom és újra kezdtem. Ezután most már megtudtam egy kicsit ezt. És miért menjük el lassan. Legalábbis a fordulatszám az nem a legnagyobb. Visszaváltottunk hármat, pedig full gázzal mentem. Ajaj. De ez volt a Porsche-n duplán ráadásul. Na, ott valami trükk lesz. Ilyesmi? Nem. Feleslegesen vettem el a gázolva hezem. De már nem bízok ebben a játékban. Anyád! Átadunk Ausztráliába? Vagy mi ez? Vörös homok, pálmafák. Nekem először Ausztrália ugrott be. Mondjuk Egyiptomban is szoktak ilyen pálmafák, meg sivatagban minden lenni. Az ányék megtévesztett. Így utilag. Na. Azt mondja, hogy... Ott keresztül? Van egy sejtésem, hogy itt a végére még tesznek egy cseltbe. Jaj! Hát milyen cselre gondoltam, de azért ez is megtrép. Hát... Ott a cél. Ha nem. Jó, soha többet ez a pálya. Ezt kell, hogy mondjam, 39. helyre azért felhoztuk a vasat. Szép game. Na, hoppá. The Ultimate Driving Test. Magyarul a... Az Ultimate az a hihetetlen, vagy valahogy... Hát így hogy fogalmazzam meg a... Szóval még a legnehezebbnél is nehezebb vezetői teszt, úgymond, hogy gondolom ilyen nagyon trükkös pálya lesz. Szóval akkor ez lesz az utolsó, tehát ez már kiderült, és ilyen piramisok, úgyhogy lehet, hogy ez is lesz. Akkor várlak titeket nem sokára a fináléval, most egy kicsit le kell higgadnom, mert ez kicsit felhúzott most. Szóval, talán még egy epizód meg az extrák, és végeztünk is. Egyelőre elköszönök, minél hamarabb próbálom rögzíteni a következő epizódot. Sziasztok!